mivel P és Q egymás után intrigálnak, ezért P és Q között csak összetett számok lehetnek, és ugye az összetett számok azok legalább két, nem feltétlenül különböző pici szorzata, tehát akkor innen jön ki a két print, legalább két print, plusz még egy, tehát legalább három print. Nem feltétlenül azonos, vagy a különböző pinszorzata. Tehát ez nem lehet. Második esetben pedig hármas maradékot vizsgálunk, ugye 0-szer egy 0, 1-szer 2, 2, és 2-szer 0, 0, tehát 0 vagy 2 lehet. De 17 a 17-dik ennek 2-3-as maradék, a mínusz 1-nek az 1, tehát ez sem lehet. Ha nyertes a meccs, akkor azokból lesznek majd a lehetséges nyertesek, akik ott voltak a meccsen, és ha vesztes, akkor azokból, akik otthon maradtak. Így minden meccskor megfeleződik a még lehetséges nyertesek száma, és hogyha 2 az ennediken szurkoló volt a csapatban, akkor, hogyha ezt a stratégiát követik, biztosan lesz valaki, aki ott volt minden győztes meccsen, és egy vesztes meccsen sem volt ott.